Fussunk neki még egyszer. De miért van ez a fasság minden kurva GTA-ban, hogy így nyetajtóztat a rendőrön, melyetted így leüt, és akkor utána a földre ráfújja a pisztolyt, és akkor beszarik a karakter. Mert amúgy van, hogy 80 rendőr lő rád, és hogyha két lábon állsz, akkor nem szarik be tőlük. Na Lance, viszem a szarodat. Hogyha ez az övé. Hát gondolom az övé, mert ez az ő háza is. Hát ja, de egy két Infernus is szokott lenni, mert ugye ő a nagy gazdag ember. Autó az van, nekem is, de kibaszottul nem tudok itt menteni, ez nagyon gyönyörű. Pedig még interior is van ugye, mert bejátszásban ott vagyunk. Eredetileg van autója a Vicnek? Mármint így a story szerint? Karaktereknek nem szokott. A G-törbe jött ez csak be. Most Nikónak is max azt az Infernust mondhatjuk rá, de hát amilyen könnyen el lehet veszíteni. TJ-nek a fekete ZR. Ja, tehát azt se láttuk. Tominak ugyanígy egy ilyen. Tomé micsoda. Tominak max a fehér Infernus, de ezek csak ugye nyilván, hogyha beleképzeled egy G-törbe, még már rendesen tényleg azok is voltak. Ez a fizika, ez borzasztó. Rosenberg segítség már. Nem húz ki engem a rendőri pálcból. Rózsák hegye. Mert Rosenberg, érted? Miért nincs itt egy jobb autó? Ó, ez az is jó van. Ezt szét fogom törni, na pirosba csak jó. Csak Infernus van. Az Evidence meg egyre jobban megy föl, hát ez kibaszottul nem fog megint menni. Gyűjtik ellen a bizonyítékot. Boldog vagyok. Hát még én. Ezt a helikoptert biztos nem lehet elvinni, mert egy... Szerintem csak el lehet. ...lesz a játék. Csak el lehet szám. Lelőle. Ó, igen, én meg lefényképezve. Hatásos. Hallod, Viktor, fussál már föl itt. Nem is tudom, hogy becélozni. Most már sehova nem viszem, az biztos. Na, bazd meg. Most... faszom, megpróbálom így, de úgyis Mission Field lesz. Hallod? Én az olyát. Köszönöm. Na és maradt kettő, és kibaszottul kevés szó. Megölöm. Óvatosan, úgy. Egy. És most arra kéne vigyáznod, hogy ne bassz itt a helikopter. De én arra vagyok kíváncsi, hogy ez amúgy csak ez csak rakétával lehet vajon? Hát gondolom. Az alját lőjön most vastagabb, aztán ott már úgy jönt az először. Úgy, azaz. Na és nézzük, megérte el megmenteni. És igen. Igen. Milyen furcsa. Akkor az ilyen közé van ide téve neked. Kár, hogy ezzel nem lehet lebaszni az antennákat. Ezzel nem lehet lőni. Hát érted, hogy neki mennék, az kész. Hát rendőr helikopterre lőni, adjál már. Hát ebből is szoktak lőni. Jó, de nem a helikopterre van rátéve a géppuska, mint ahogy általában a harci helikoptereknél. De akkor csak ott ajtón keresztül lőne? Hát kinyitják az ajtót és abból kényi fegyverre lőnek. De te hogy lősz ki innen, ember? Hát, és ahogy, hogy csinálják a savatosok? Vagy a szellem helikopter? Hát azok többen vannak és valaki ott ül hátul és onnan lő, nem előről lőnek. Mert ezt a szart, ezt botkormánnyal kell vezetni, úgyhogy nem tudsz lőni, mert az két kézzel kell irányítani. Úgyhogy basszatod. Boldog vagyok. Evidence már felénél van, de ez jó, de jó. Kifagyott a játék, már elhitted, mi? Á, kezdtem örülni. Örülni? Á, de boldog vagyok. Szét tud ezt csinálni fegyverekkel is. Hát inkább gyorsítok. Itt a helikop... Anyád ki... Mi a fasz? Nem is tudtam, hogy ebben a játékban ilyet is tudnak, hát kigugolnak oda az izé.
Na. Kikempelnek. Helikopternek annyit. Nem, hanem inkább egy rakétának. Úgy. Azt a kurva! Szét is lövik, mire felszállok vele. Gondoltam. Átja! És innentől kezdve mit fogsz kezdeni? De ez mi az Isten, hogy ilyen magasról leúrik, azt nem lesz baja? Mondjuk nem probléma. Jézus Krisztus, hagyjatok már élni! Azt a kurva! Látod, mondtam, itt ez a förtelem ez a küldetés. Itt egy jobban jársz, hogy gyalogmész. Ja, de közben megy fel az evidence. Jönnek még ezek is. De jó, hatos körözést ide. Gyere, gyere, bassz! Hány antennát kell még szétcsesznöd? Remélem csak kettőt. Egyáltalán van még annyi rakéta? Basszom, három rakétád van, nem? Már le tudom festeni ezt a fos? Azt akartam éppen kérdezni, hogy PN3. De szerintem be van skriptelve a körözés. Hát akkor vagy faszt is kapod. De próbáld meg. Ott még belök. Belökött, na hát milyen kedves, nem? Aha, de le lehet. Befosok. Na. Csak vigyázz, ne ugye. Hogy vissza fog valaki jönni egyből a nagy körözés, amit lelövöm. Jaj, tényleg az ilyen szar helyen is van. Azt sem tudom, hogy hogy kell fölmenni, hogyha meg lentről csinálom, akkor kinyírnak a gecibe, az is biztos. A játék, ez tele van ilyen ocsortány szopatós küldetésekkel, amit nem tudok, hogy miért. Legalább ebben kevesebb van talán, mint a... mit tudom én, melyikben már. Aha, és vissza is jött. Hát ez kurva jó. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Na várj, oda, az... hogy a kurva! Várj, fölállok a kocsira, és onnan ki-RPG-zem, figyeld! 200 IQ! Csak azt hiszed, ott neki mennek az autónak akkor. Aha. Csak itt jó kell ám céloznod, bástya. Egy. Az ott. Hol a másik? Ott van. Az. Az nem az. A torony. Nem? Ez biztos nem. Biztos. Próbáld ki. Az nincs fölötte a piros. Ajaj. Na bazd meg. Körbe kell mennem valahol. Hú, bazd meg. A kurva. Tűzoltó autó, szállj ki! Elütöttek. Áááá! Ah! Kelj föl! Roham! Jaj, ne a puska, csak roham ne legyen belőle! Hol vannak a kódok? Csak kár, hogy a menübe nem lehet aztán beütni. Vice City-be pedig az is jó volt. Hogy ilyen csesznyi egy küldetés az is. Up, down, left, strike, circle, circle, L1, L2. Úgy. Extra armor. Na, up, down, left, right, square, L1, L. Na. Jaj, te gyerek. Minden GTA-ban jön ez a pont, amikor csalnod kell. Kivéve a 4-et, mert ott nem kell, meg az 5-be se. Hát azért ott is néha elkapott a... De a 4-be hagyjál már! Igaz, hogy ott több küldetés van, de sokkal könnyebb szerintem. Mint ezek a régi GTA-k, iszonyat szivatás volt mindig az egész. Körbe kell menni, vagy mi a francot kell most csinálni? Én már nem tudom, de ez a kocsi meg hirtelen fehérből fekete lett. Vagy lehet, hogy ez egy másik, nem? Hát nem, fehér kocsiba ültem be. Nem, föl nem szállok, mert rábaszok. Létra! Vagy lépcső! Lépcső, milyen létra? Lépcső! Úristen, hol? Létra! Jó, én beszorok. Ott van! Jakkáról! Basszódjál ki! Várj, ebbe kell célozni. És itt letartóztattak volna. Reducer van egy level to zero, aha, aha. És menjél a pain spray-be, aha, aha, ez jó. A faszommal az? Hogy mi, Victor lent fel volt, sem lesz? Lent, volt lent egy motor. Ja. Hát vesd be, hogy ne legyen fekete, fehér. Fes, mert az ember válik. Biztos, hogy nem tudod, meg eleve se fél.
Vice City-be le lehetett csak ugye a Sunshine autózni, és kapott kerekeket olyankor. Vannak kocsik. Na látod, na ezért. Ezért utáltam, hogyha most kocsival jönnék itt, ne, ezt nem érném túl. Hallod, hogy darálnak? Aha, nagyon hallom. Na még jó, hogy nem szálltam le egy kibaszott furgonért. Na és most várok, amíg... Azt a kurva, azt láttad? Nagyon szép, azt figyelt fogom, mert belemélem. Jézus Istenem, ezek mit csinálnak? Kicsit túltolta a speedet. Vagy ki tudja. A Need for Speedet. Azt a kurva, ezek nem normálisak. Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Szállják ki Viktor! Orbán Viktor. Felrobban. Azt a kurva. Esélytelen. Jó, sajnálom, cheatelnem kell. Ez, nem szeretek Wanted Lebert cheatelni, de ezt most kénytelen vagyok, mert itt ennek nem lesz vége soha. Vagy nem Never Wanted kell, mert ez már túlzás. Hol a get címben van? Cars, Chrome, Clare, Omit, Destroy, Faster, Foggy, lalalala, Guys Follow You. Perfect Track. Mi az a Traction? Perfect Traction. Traction. Tökéletes irányítás autóknál, gondolom. Hát San Andreasból is volt ilyen, hogy rohadt könnyű volt kormányozni, csak az volt a baj, hogy én nem tudtam megszokni, mert csináltál egy hajtűkanyart, az így felborult az autó. Meg van Race Wanted level. Na pont az kell most nekem. Up, right, triangle, down, left, XX. $300? Ezért ez... a küldetése? $300, bazd meg. Kegyetlen az élet. Payday. Baszod, ebből többet kapsz Empire Earnings-ből, mint ez a szar küldetése. Aha, azt tetszik. Köszönöm, biztos úr. De most miért kaptál körözést? Már loptam. De a baszod azért még nem lőnek szét egy M4-jel. Nem is M4, az egy SMG volt aztán. Vagy hogy elteszem a fegyvert, egy... Persze, mit hittem. Persze, majd nem fognak bántalmazni. Be vannak scriptelve, nem? Aha. Fussz el szerintem, kurva gyorsan. Fussál már, te faszop, úristen. Hogy kell hátra nézni? Nem is akarom tudni inkább. Hú, már nincs körözni. Lement. Azt a kurva. És itt terem mögötted. Na, hogy még el is basszom. Forget Queensbury, this is the rule of pain. Ez gyakorlatilag az a rész, ahol a legtöbbet cheat-el. Ez egy olyan rész. Igen. Ahol felakasztjuk magunkat. Mert ott van megint egy órazén furgon. Nem igaz, hogy nem vagy. Na, köszönöm. És kiszáll. Én nem, hogy megcsúsztan a kezem. A kurva anyját. Mi van? Hát ez nem működik. Na végre, megcsúszott a kezem. Akarom a hoppá. Upszi, véletlen volt. Pont pislogtam. Alapból sose szerettem, hogyha valaki úgy játszott, hogy cheatelt, vagy végigjátszás közben, de vannak pillanatok, amikor az ember kényszeredik. Én sokáig bírtam a hajukba. Sőt, San Andreas alatt aztán nem is cheateltem sokat. Remélem nem hazudtolom meg magam, mert úgy emlékszek. És Liberty City Stories közben meg még annyira se. Mi van itt? Azt a kurva, én most húgyozom össze magam, hogy ez miatt nem tudok ide tenni több járművet. Még egy kibaszott T-55A-s tank is befér, nem? Van egy Shinper. Fú, de szar ez a célkereszt, hallod. Ez elég érdekesen van megcsinálva. Mert ez egy mestereknek való. Tudod, hogy a mestereknek, hogy nehogy eltaláljanak valamit a puskával. Tehát lényegében... Ebben is van valami. A birtok. Smok hazája. Smok birtoka. És itt mit lehet venni vajon? Kis Willy. Splitz 6 ATV, ez mi? Az valami quad, nem? Aha, gondoltam. Vagy ez mi a gecim? Ez úszni is tud, azt hiszem. Mármint a valóságban.
Hát nekem ez ennyi pénzt nem ért meg. Max itt hagyod aztán akkor, hogyha nem spawnol el. Akkor csak egyszer jó lesz valamire. Jó fasz, nem spawnol el. De mi megveszed, lerakod és nem az, hogy itt hagyja, hanem elspawnol a kicsába. Szerintem biztos. Nem áll. Igaz, mellette lévő garázsba be tudnám rakni, de hát úgyse fog kelleni. Most már tudjuk, hogy itt is mit lehet venni. Na van Renny, meg Mendez Brothers. Kurva Istenet, add már oda, bazd meg, nem érek te. Csak óra szintbólóba. Megyek, megnézem, mit akar ez a Renny. Remélem az... Mindenki a játékba? Remélem az izé, könnyebb küldetés lesz. Csóló! Hát te mi az Csóró. Anyádat csinálsz itt? Hogy mersz létezni? Csóró! Csóró, csóró, most kilököd az autójával, igen. Mit vett elő? Baseball ütőt vagy fegyvert? Jó kérdés. Eltűnt. Azóta elszívta a szamár. De szépen vezetek. Nem vagy berúgva? Nem tudom. Forgalmi fizikán így vezetsz, biztos át fogsz menni. Talán, hogy a szembesávba mész. Ez a biztos átmenete, a titka, menj a szembesávba. Ja, így ezt az épületet elnézve, de hiányozni, hogyha valami következő GTA-ban olyasmi lenne, hogy az ilyen kirakatos épületekbe be lehetne bombázni kocsiba. Letaúdba meg volt csinálva. Letaúdba, amiben volt még. Várjál. Kocsis játék, Need for Speed. De azt hiszem ennyi. Nem, Need for Speedbe se volt, csak Letaúdba volt ez, hogy a pályákon az volt, hogy így be tudtál baszolni a kirakatokba. Autóstól persze, nyilván értelemszerűen. Autós játékban, hát meg is vagyok lepődve. Autós játékban attól még kamion volt benne, úgyhogy kamionnal is be tudtál fogni oda. Milyen jó állapotban van amúgy még ez a kocsi. Csodás. Nem is volt hangja az ajtón. Hát te meg mit akarsz itt, ha bajusz neki? Mit mondasz? Ha? Mondjad már. Na, mi a faszom van, ha? Mi van, mit te szív vagy? Az itt elúg. Na mindegy. De kolonöl, Skok. Kolonöl. Csak nem. És kiderül, hogy nem. Na jó, én inkább akkor most ezt a pudingot ügyeszem, hogy jövösen nézők. Elfenekedik. I am an expert in everything. I love bullying people. I'm perfect. He. So why do I have to spend my time whipping you? Well, the art. Oh, you're so very bourgeois. Sweet, but so average. Go. It's over. You're fired. But Renny. Na, mit te tökéletes ki lett rúgva? Vagy Mrs. nem tudom eldönteni. Darling, you are here to lighten my heart. Not exactly. I love you. Azt szerintem férfi az a másik ott szemüveges. Kiss me! Hey, give me a break. I'll break you if you break me. I can't deal with this. Oh, darling, please, I need your help. It's a friend of mine, Gonzalez. Gonzalez? Ja, ugye tényleg a kolonelnek a... Árulója. Jobb keze. Hát majd két évvel később, vagy nem tudom... 84? Vagy 86? 84. Ez itt 84, az 86 a Vice City. Akkor két évvel később baszik ja. Majd rá. Deluxo, miért fekete hátulja? Mert azért, mert bügyelem. És ez a kocsi, ma úgy mi az anyámért nem volt benne a San Andreasba? Ez egy jó kocsi. Igen. Egy DeLorean. Mi a faj? Miért vannak mindenhol BF injection-ök? Húha. Nézd már. Mindenhol BF injection van. Jó, mondjuk ott nem. Na, ez valami lázadás jelei. Szerintem
kolonelt láncfűrészeltük. Amúgy tudod, hogy az amúgy hova fut? Akkor a Vice City küldetésbe. Meghalt. Itt vagy még amúgy? Milyen haja van? Victor, señor, I need to get my colonel's merchandise safely to Viceport. Your colonel? You're in the army? Not your army. Colonel Juan Garcia Cortez is my boss. I'll bear that in mind. Take my copter. My men will join you. A biztos paróka. Ja. Na. Ó. Hát is felejtettem, hogy ez így van találva. Hogy mit csinálsz? Hogy lő az, hogy mi? Na jó, én már most elvesztettem a fonalat ebben a koncepcióba. Így nem lehet lőni ilyen még, hogy így egy kézzel, meg... Miért van ilyen távol az effekt? Na, itt vagyok. Aha, ezt így látod, hogy a fizikai fizika törvényeit meghazudtoló jelentet. Látom, hogy ülnek ott. De az hagyján, egy kézzel nem még jelő. Nem lehet egyszerű, vigyázz így. Tudom, próbálkozok. Uha. Jó, kaják, de most kik a kaják, ki nyílni González, ez most mi? Nem tudja még kik ezek már, de González-en meg valami paróka van. A kopasz kis fején. De benne ül az éve. Ja. Aha. Ő vezet assza. De lassabban nem tudna menni egyébként? Hogy darálnak az M4-hez, baszki? Lehetetlen, ahogy ezek csinálják. És ilyen lazán, és miért van az effekt olyan távol a fegyvertől? Azt se értem, hogy nem is arra felé lő. Hát ez az. Hanem teljesen más irányba, és meg is eltalálja, ez mi? De az a lényeg, hogy neked nem kell semmit csinálni, úgyhogy lényegében mindegy. Ezt már szeretem. Kis utolsó. Sztár, király, szeretem. Eszem. Az ott a híd alatt hajóval átmenni? Nem életveszélyes egy cseppet? Jó alacsony híd volt. Jó alacsony híd volt, én simán lefejeltem volna a tetejét. Jetskivel! Hát ha már ebben a játékban van, melyik még nem tiltották be, akkor használják. És komolyan, vagy nem nekik tudom, nem megéri tudom. Egy ilyen belőtt feláldozni. Itt igen, hogy így logikus magyarázatot nem is lehet erre adni, hogy Vice City-be miért nincs jetski meg bicikli, biztos addigra betiltották. Na, ez egy rendkívül izgalmas küldetés, majdnem hallok az izgalmat. Hallod, ha tudnád, én milyen boldog vagyok, hogy konkrétan semmi dolgom a vezetésen kívül. Hála az égnek, most legalább beszed is használhatod a favontársad, mert eddig egy kibaszott GTA-ban, hogy mindig csak hátrány volt a társad volt, mindig, minden kibaszott GTA-ban. Kicsiba ülve volt talán haszna. De a négybe se volt semmi haszna, mert mondja Peki, hogy jó, majd lelövöm őket, a lófasz, nem csinál semmit. Nyilván neked kell csinálni, mert ugye jönnek a triádok, és akkor jaj, majd lelövöm őket, aha, szóval nem csinál. De így kb. Az elején így lő egyet-kettőt, aztán utána abba hagyja. Hova na, ezt viszont már neked. Á, oké. Adjatok neki. Lelövik ők, azt a kurva. De miért neked írja, hogy shootdown? Hát nem is te tud, nem is te lövöd le, hanem ők. Hát, akkor miért nem, mint ahogy Little Jacobnál, hogy tudod, hogy keep the helicopter steady. Hogy akkor egy helyben tartom. Hát az a magyarázatrány az a feladat, és hát most tök... De mi az Istenél vannak ezek ennyien rá? Küldték az országot, vagy mi? Hát én már nem tudom, de a fülem kezd szétmenni. Egész országok átküldenek, baszki.
Ez valami nagyon nagy farságot csinálhatott ez a González, ha ennyien meg a kaják ölni. Sosan értettem GTA-ba, hogy megéri ezeknek ennyi ember életét feláldozni, meg ennyi hajó szét baszni. Ezek de, szerint igen. Úgy gondolom, nem tudom, hogy az M4 hangját honnan szerezték a készítők, de ez a, kezd az agyamra menni. Hát mint egy konzervet csapkodnál egy kis kanállal, körülbelül olyan hangja van. Elég idegesítő. Úristen, faszom, meddig kell még vezetni ezt a helikoptert? Rád jön az ország. Na végre. Na mondom én, rád jött a yard. Jézus Istenem. I've lost many good men today. Men I cannot afford to lose if I am to protect my colonel's interests. Itt vesztettél el, bazd meg, mindegyik emberek túlélt, te paromkás hülye faszopó. Nézd, hogy milyen, mi van a fején, nézd meg, ezt látod? Csodás. Kár azért az idióta ér, hogy Tommy Verset így mindig felé fogja vágni a Vice City-be. Amúgy azt vágod, hogyha abba a küldetésben nem ölöd meg, akkor elfut a rendőrségre és mi sem féld. Csodás. Lehet, hogy amúgy kiírja a játék, csak nem figyeltem, de én ezt egy utólag tudtam csak meg. Azt hittem mindig, hogy csak random elkezd futkározni. A róra szín perennia. Ilyen jégkrémes perennia. Mindjátok már innen a buzi kamionotokkal, meg mindenne. A teherautó is rózsaszín, mi az anyámért rózsaszín minden ebbe a kurva játékba? Még az a kifaszott flamingó is rózsaszín, bazd meg, minden rózsaszín. Na az milyen legyen? Hát világos lila. Ha van hát olyan egyáltalán. Világos lila egy flamingó. Hát úgy, hogy bassza meg. Akkor mondom úgy, hogy világos piros. Nagyon de világos piros. Az rózsaszín. Nem, az világos piros. Faszom a róla színbe, utálom azt a színt. Már megint pénz, pénz hát. Na nézd, utálom. Mit új lehet venni. Bulletproof Sanchez, aha. Sokra megyek vele, hogyha közben még lelőnek róla. De miért nem autó, érted? Az legalább bolyóálló lenne. Mi a fasz? Itt be lehet esni a padlóba, vagy ez mi volt? Be lehet esni a padlóba. Nem járdával, hanem padlóba. Hát ez nem igaz. Na mindegy, ugye milyen szép ez a kis flamingó? Ja, mindjárt behányok. Nagyon szép. A valóságban nem is így néz ki. Hanem itt sokkal világosabb színe van. Az lehet. Jártam már állatkertbe, igen, ott lakok. És elszavak.